darabok dübörgő osztinátóikkal, az ellentétek tobzódásával nem csupán sokkolták, hanem magukkal ragadták még a kortár zenében járatlan hallgatóikat is. A vokális művek lendülete és dinamizmusa pedig ellenállhatatlanul sodorta Szokolait az opera műfaj felé. Adi lázadó költészete méltó párjára lelt a Tűz Márciusa című oratóriumban, hogy előkészítse a század opera termésének egyik kiemelkedő alkotását, a Vérnászt, amelynek világsikerét mutatja, hogy máig mintegy 15 nyelvre fordították le, és 20-nál több színpadon adták elő. Rövid részlet következik a Tűz Márciusából. Adi. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, s ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó rongypulyáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, s csak egy különb van, aki bátor. Lázadónak született Szokolai kezdettől kitörési pontokat keresett a német orientációjú közép-európai zenekultúrából. Fél évszázaddal korábban hasonló utat járt be, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik számára a hazai romantika germanizmusából egyrészt Debussy, másrészt a magyar népdal jelentett kiutat. Különös, hogy mindkét út keleti irányba mutatott. A párizsi komponisták részben keleti inspirációk hatására lazították fel a hagyományos harmónia, forma és tonalitás bilincseit. Keleti nyitásra utalt a Faun délutánja, a Daphnis és Chloé ókori Görögországa, az orosz ötök népiessége és Kínáig mutató pentatóniája. És az is közismert, hogy Debussy számára milyen meghatározó volt a gamelán zene megismerése. Bartók és Kodály pedig a francia hatás mellett és a német romantikával szemben tudatosan vállalta hazájának keleti jellegét, és hivatkozott az általuk felfedezett népzene keleti gyökereire. Az ifjú Szokolai Sándor mindezeket már anyanyelvként kapta készen a két nagymester örökségeként, és három további olyan vonással gazdagította, amelyek szintén keleti irányba mutatnak. Az egyik Igor Stravinsky oroszos stílusának olyan intenzív megélése, amely egyedülálló a magyar zenetörténetben. Innen a zene féktelen motorizmusa. A másik a hangszerelés különlegessége, a keleties koloritot kölcsönző ütőhangszerek gyakori használata. Szokolai zenéjének harmadik jellegzetes aspektusa a dallamok csipkeszerű díszítettsége, különösen a szenvedélyesen expresszív, melizmatikus vokális szólamokban. Ezt a népi siratókkal rokon dallamosságot az európai fül gyakran keleties vonásként azonosítja. Részlet következik a Vérnászból. Az anya valósággal őrjön, amikor esküvő előtt megtudja, hogy a fia menyasszonya korábban azzal a Leonardóval járt jegyben, akinek egy családtagja őt korábban özvegyjé tette. Most a zene. Yeah!
Az Istár pokoljárása című oratórium egyik előadásán a 60-as évek elején Kodály Zoltánnak is feltűnt a szólamok melizmatikus jellege. A szerzőhöz intézett tréfás kérdése: sokat jár zsinagógába? Szintén keleti zenére vonatkozó utalást tartalmaz. Az Istár pokoljárása ugyanakkor több szempontból is közvetlen előfutára a 3 évtizeddel későbbi Szávitrinek. Szintén ősi, keleti legendát dolgoz fel, a babiloni Istár történetét a Gilgames mondakörből. Női szereplőt állít a középpontba, a szerelem és termékenység istennőjét, aki a holtak birodalmát is megjárja. Majd visszatér onnan, hogy visszaadja a szerelmet az embereknek. Szokolai az Istár pokoljárásában Vörös Sándor költeményét zenésítette meg. Vörös a Számitri történetéből is készített verses fordítást, de Szokolai képzeletét ezúttal egy prózai feldolgozás Illés Endre kisregénye ragadta meg. A világ legnagyobb és legősibb eposza, a Mahabharata 200 ezer sorából mindössze 300 Számitri története. Parányi epizód Csepp a tengerben. Illés Endre kibővítette, feldíszítette az elbeszélést, és nem csak megőrizte az eredeti mű költőiségét és hangulatát, hanem betoldásaival értelmezte és világosabbá tette a főszereplő motivációit és cselekedeteinek hátterét. A kisregény több mint fél tucatnyi kiadása kétféle képi illusztrációval jelent meg. Csillag Vera és Kass János rajzait használták. Szokolai mindkét típusból készített fénymásolatokat, és azokat beragasztotta a kottába. Néhány példát mutatok ebből. A belső címlap a zongora kivonatban, itt őzikés kép, ez a Csillag Vera féle. Itt mind a kettőből van egy-egy egymással szemben lévő oldalakon. Szatyaván és Szávitri egymás mellett, nem nagyon látszik, mert eleve egy fénymásolatnak a másolata. Szintén a két főszereplő egymással szemben. Mivel egy már meglévő zenemű szövegét igen nehéz más nyelvre fordítani, Szokolai eleve két nyelven, németül és magyarul komponálta a Szávitrit. Fordítója saját apósa Wertler Ödön volt, aki 4 évvel korábban az Ecce Homo német változatát is készítette. A dedikáció címzetje pedig második felesége Wertler Magdolna, Maja, pirossal én rajzoltam körbe a nevét, aki a komponálás idején, a 80-as évek végén már 2 évtizede a szerző társa és múzsája volt. A zenemű mesés története hamarosan a szerző életének valósága lett. Mire az opera kamarazenekari átdolgozása elkészült, többször is találkozott a halállal. Maja pedig már nem csupán művészi értelemben volt a komponista megmentője, hanem orvosként több alkalommal hozta vissza férjét a túlvilágból. Az opera kétfelvonásos változatát 1999. január 30-án az Operaház együttese mutatta be a Thália Színházban Oberfrank Géza vezényletével. Most egy színpad felvételt látnak. A történet. Az első felvonásban Aszvapati király elküldi lányát, Szávitrit, hogy keressen férjet magának. Ő ugyanis olyan tökéletes teremtés, hogy addig egyetlen kérője sem bizonyult méltónak hozzá. Szávitri megpróbáltatásokkal teri vándorútja során rátalál Szatyavánra, és vele az igaz szerelemre. Szatyaván a száműzött vakkirály, Gyumatszéna fia. Szávitri hazatér a jó hírrel, hogy megtalálta jövendőbeliét, de a jós figyelmezteti. Férjének 1 év múlva meg kell halnia. Szávitri azonban kitart választottja mellett, megtartják az esküvőt. A második felvonás a boldog együttlét képeivel indul. Majd az év leteltével Jáma, a halálistene, elragadja Szatyaván lelkét. A lány azonban követi az Istent, és 4-szeri próbatétel során, melyeket Szokolai, keresztény terminológiával, kálvária stációknak nevez, végül visszakenyörgi a szerelmest a haláltól. Az opera első 4 hangja mi, ré, lá, dó motivum. Mi, ré, lá, dó. A mű egyik alapmotívuma,
amely egyszerre utal a régi stílusú magyar népdalok és a keleti népzene egyik közös vonására. A pentaton dallamok jellegzetes fordulatát hordozza, és ezáltal szimbolikusan kapcsolatot teremt kelet és nyugat között. Hallgassunk meg egy részletet ennek a motivumnak a felhasználásából. A mű legeleje. Ugyanaz a motivum hallatszik többféle hangnembe transponálva, matematikai és geometria nyelvén szólva, a hangnemi síkok hatványozodnak és sokdimenziós zenei teret hoznak létre. Ugyanez a motivumlánc szólal meg a Szávitri vándorútjának fordulópontján. Egy szent remeténél kap szállást és aludni készül. A remete mély álmot bocsát rá, amelyben először megpillantja a jövendőbeliét. A szöveg: olvadj egybe valóság és álom, minden létező új erőt nyer, hogyha álma szép, nyugodt. Az első felvonás szerelmi jelenete és a pentatónia jegyében indul. Majd a négy hangos motivum szólal meg a kettős kicsengésében, és ugyanezzel folytatódik a következő örvendező kórustétel, csupán a harmadik és negyedik hang felcserélődött. Mi, la, do helyett, mi, do, la, hangzik folyamatosan. A szöveg: dalt a szerelemről, lobbanj bennünk lángra, lobbanj lángra. Sok példát tudnék még mutatni, de azt hiszem időm lejárt. A keleties jelleg ezen kívül számtalan helyen van jelen a nyugati technikával komponált operában. Ott van a színes hangszerelésben, az egzotikus hangzású rövid táncbetétekben, a dallamok melizmatikus fordulataiban. Szokolai nem tudományos, hanem művészi hitelességre törekedett, csupán azokat a jegyeket használta, amelyeket az európai hagyomány keletiesként tart számon. Kicsengésének üzenete egyetemes. A hűség
és a szerelem hatalmát hirdeti, amely még a halálon is győzedelmeskedik. A mű legvége. Köszönöm a figyelmet!